Mióta a gyár létrejött, illetve megalakult, azóta minden évben rendezünk ilyen mikulás bulit. Hány gyerek szokott itt megjelenni? Hát most, akik már visszajeleztek, az olyan 95 gyerkőc, tehát körülbelül egy olyan 100 fős gyerek létszámmal szoktunk számolni, plusz a szülők. Hát épp most jön be az Alma zenekar, ők a legnagyobb szenzáció ma este, hát a Mikulás után persze. Meg hát Mikulás különleges performanszal jön be, a gyerekek azok simán elhiszik, hogy tényleg leszáll a tetőre, mert hát tényleg leszáll a tetőre. Úgyhogy az majd nagyon jó. Akkor majd ti is legyetek résen, tehát akkor ne legyetek az ugrálóvárban, meg ilyesmi, inkább így a terem bal oldalán, onnan majd lehet látni. Kezdjük a játszószobánál. Gyere. Okay. Itt van a télapó. Lehet darc festni, lehet kéziműveskedni, pingpongozni, meg csocsózni. Ugrálóvár. Az ugrálóvárba most nem megyünk be, mert sokan vannak. Nézzük meg az emlékvalókat. Itt van a konyha, ahol van ilyen meleg szendvics, meg süti. Ilyen túrós, meggyes, azt hiszem, és mákos. Voltatok már a zenekar koncerten? Bár voltunk kétszer, és ez lesz a harmadik. Igen, ez lesz a harmadik. És melyik a kedvenc dalod az Alma zenekartól? A első. Első? Az almás. Almás? Hát az olyan, hogy almát rágtam hajdanál, ilyen. Almát rágtam hajdanál, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalod, az almám. Hajdanát, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalom, az almám valahová elgurult. És hogy fog kinézni a Mikulás? Szépen. Mi lesz rajta? Piros ruhás zsákja. Láttuk? Igen, én is láttam már. Piros ruhája van és bojtos sapkája. Meg fog látni engem, hogy milyen szép vagyok. És hoz neked valami? Igen. Mit? Kirakót. Általában csak a Jézuskának szoktam írni, mert amit Mikulásra kapok, azt szeretném, hogyha meglepetés legyen. Nézd, nekem mindegy, hogy mit hoz a Jézuska meg a Mikulás. És mi van, ha valami olyat hoz, amivel nem tudsz mit csinálni? Az nem volt, mert én mindennek örülök. It's the most wonderful time of the year. Mikulás csoki, ilyen magyarok, és még ilyen kinder. Ez egy Playmobil. Örülsz neki? Igen. Most vagytok itt először ezen a Mikulás bulis? Én már vagy harmadszorra vagyok itt. És tudod, hogy miért ide jön a Mikulás ebbe az épületben? Nem tudom. Tavaly is voltunk itt, de azért jó, hogy még egyszer vagyunk itt. Én az apukámnak itt sok barátja van. Igen, és miért? Mit csinál az apukád? Grafikus. Reklámokat forgat. Aha. És egyébként ő béreli a helyszíneket, meg a tárgyakat, vagyis ő bérleli ki a helyszínt, ahol reklámot megfogják. A papa újságíró, és a mami pedig díszletet tervez. És mi, hol újságíró a papa? Azt nem tudom. Kamerás szeretnék lenni inkább. Filmekben, nem reklámfilm. Miért nem jó a reklám? Hát, mert túl rövid, és szeretném a hosszúkat. Meg egyébként szereplő is szeretnék lenni a filmekben, ilyen hosszú.
rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air.